Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél FIFA 21 zsetont venni, akkor válaszd a fifacoin.com-ot és használd az FLEHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Minden link és fontos információ a leírásban. Sziasztok srácok, a mai videóban egy hagyományt folytatok, méghozzá ebben az évben is kijön a következő FIFA kívánságlistája. De még amielőtt belevágnánk, meg szeretném nektek köszönni, hogy újra itt vagytok a csatorna közelében. Mint ahogy már nagyon sokan tudjátok, az élőadások átköltöztek a Twitchre. Ennek egyébként több oka is van, de most ebben nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy hetente több élőadást is szoktam tartani, ha van kedved, nézd be. Na de akkor jöjjön a FIFA 22 kívánságlistája, a Next Gen játékmotor. Mivel a PS5 és az Xbox Series X verziója játéknak decemberben jött ki, ez úgymond nagyjából átkonvertált verziója a játéknak, szóval ezt még teljes egészében nem az új generációs konzolokra fejlesztette ki az EA, viszont reménykedhetünk, hogy a következő cím már elhozza a megváltást. Nagyon sok lehetőség rejlik a konzolokban, hiszen erről láthatunk több videót is, hogy mit lehet kihozni belőle. Jó lenne, ha ezeket az EA pedig kihasználná és javítana a játékmeneten, ami sokunknak gondot okoz, hiszen ez minden, csak nem valósághű játék. Új Ultimate Team játékmód. Nagyon sokan örültünk, amikor bekerült a draft a FIFA 16-ban, vagy éppen az SBC-nek is, amikor ugyebár bekerült a FIFA 17-ben a játékba, viszont azóta túl nagy áttörés nem lehetett felfedezni. A Twitteren például nagyon sok érdekes és jó ötlet van, amivel szerintem nagyon sokat lehetne dobni a játékon. Mivel az Ultimate Team-mel játszanak a legtöbben, szerintem nem ártana valami ráncfelvarrás erre a szegmensre sem. Új offline módok. Nem kizárt, hogy a Volta mód is tovább fejlődhet, de én úgy érzem, hogy ezt a módot a gép ellen, hát szerintem nincsen sok értelme játszani, nekem például kedvem egyáltalán nincsen vele játszani. A karrier mód is fejlődött, de azt hiszem, hát rengeteg olyan dolog van, amiben még lehetne jobb. Az online season sem fejlődött sokat, éppen csak annyit, hogy legyen amivel betömni a szánkat, hogy ne panaszkodjunk az ilyenek. Új szerverek. A Toti időszak alatt megfigyelhettük, hogy például a Weekend League közben nem mertek túl sok új tartalmat kitenni, és én úgy érzem, hogy ez annak köszönhető, hogy féltették a szervereket a túlterheléstől, de így is nagyon sokszor megtapasztalhattuk már, hogy nem éppen a legacélosabb a szerverpark, évek óta várjuk az áttörést, reméljük idén betesznek még pár ramot abba a krumpliba. Új és frissített ikonok. Szerintem mindenki nagyon-nagyon örült Puskásnak, hiszen végre már egy magyar legendával is kergethetjük a labdát, de én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan ikon van, aki a való életben sokkal jobban teljesített, viszont a játékban egy használhatatlan kártyát kaptunk. Példát nem szeretnék mondani, ezt meghagyom inkább nektek. Gondoljuk bele, ha pont a kedvenc játékosunknak épp olyan kártyája lesz, amit maximum squad battles-ben használhatunk. Hát, valószínű, hogy nem örülnénk. Nagyon szívesen látnám egyébként a játékban többek között Van Persie-t, Wayne Rooney-t vagy Totti-t is. Az SBC kibővítése. SBC-kből idén sincsen hiány, viszont a Mez SBC-ket szerintem el lehetne felejteni. Amikor egy 82-es vagy akár 83-as csapatot kell egy SBC miatt beáldozni, és egy ilyen Mez-t kapni, hát szerintem ez hatalmas hülyeség. Szerintem a legfontosabb az lenne, hogy a duplicate játékosokat el tudjuk raktározni valahova, később SBC-ben tudjuk használni őket. Meg lehet ezt valósítani, hiszen már láthatunk ilyent a FIFA 18 World Cup módjában. A Next Gen Story mód. Mivel az új generációs konzoloknak köszönhetően fejlődhet a játék, mikor ha nem most kerülhet be egy új story mód a játékba. Srácok, nagyon-nagyon örülnék ennek, én úgy érzem, viszont jó lenne, ha nem egy elhanyagolt, félig befejezett valamit kapnánk, hiszen erre is volt példa. És hogy meccsek nélkül sem maradjunk, szerintem elég lenne egy-egy momentumot, meccs részletet kiragadni, és szerintem 10-15 meccs is sok, hiszen itt éppen a történetszálon és magán a történeten lenne a hangsúly. Az időjárás és környezet. Nem tudom, hogy ezt hogy tudná az EA megvalósítani, de nagyon jó lenne, ha például olyan meccs is lenne, hogy a fél időben nem lenne első, de a másodikban például elkezdene esni, és ez befolyásolná a játékosok teljesítményét. Máshogy mozogna a labda, a távollövések könnyebben beakadnának. Természetesen ez akkor lenne érdekes, ha maga a játékmenet is élvezhető lenne. Ti mit tennétek bele? Srácok, az utolsóhoz direkt nem mondanék semmit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mivel tennétek jobban a játékot. A válaszokat kommentben írjátok le, és esetleg ha hasonlót láttok a tietekhez, arra dobjatok lájkot, hiszen ebből később szeretnék egy videót készíteni. Ha tetszett ez a kis összeállítás, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!